Imre Bence, férfi kézilabda csapatunk játékos a szenzációs formában teljesít az elmúlt időszakban. Az FTC Green Collect jobb szélsője megállíthatatlan a pályán, klubunk és a válogatott mezében ontja a gólokat, valamint védekezésben is extra teljesítményt nyújt. Édesanyja Kökény Beatrix, Fradi legenda, EB aranyérmes, olimpiai és VB ezüstérmes kézilabdázó, édesapja Imre Géza pedig VB és EB győztes, ötkarikás második vívó. Adódik a kérdés, mennyire volt nehéz számára a döntés, hogy melyik sportágat válassza. Elég korán elkezdődött ez, ugye 5 éves volt, amikor én mondtam anyáiknak otthon, hogy kézilabdázni szeretnék. Meg is lepődtek, mert ők először atletizálni szerettek volna vinni, mert egy kicsit az alapokat megtanuljam, legyen egy alapfizikumom. De én kézilabdázni szerettem a mindenáron, és levittek az első edzésre, és így ott ragadtam a pályán. Annyira magával ragadta a sportág, hogy nem meséket, hanem kézilabda mérkőzéseket nézett a tévében. Nem is nagyon tudok sok mesét felsorolni gyerekkoromból, mert tényleg a kézilabda ment a tévében nálunk. Az, hogy mikor derült ki, hogy tehetséges vagyok, anyáik azt mondják, hogy mikor úgy lementem, akkor látszódott, hogy valamit úgy örököltem tőle is, meg apától is fizikumba, meg játéktudásba, és utána pedig szép fokozatosan fejlődtem. A magyar válogatott Portugália ellen sorsdöntő olimpiai selejtezőt játszott. Imre Bence hőssé vált a tatabányai találkozón. 9 lövésből 9 gólt szerzett, döntő érdemeket szerezve ezzel az ötkarikás kvalifikáció kivívásában. Örök élmény maradt számára a mérkőzés. Az egész Magyarország ezt nézte, tehát az, ami, ahogy szerintem meg tudtuk mozgatni Magyarországot ezen a vasárnap estén, tehát nagyon jó időben volt, mert nem volt más sportesemény, csak a mi meccsünk volt. Igazából 6000 ember előtt csak magyarok, volt egy-két portugál, de tényleg azt gondolom, hogy minden tekintetben ez volt életem meccse, élmény szinten is, meg szerintem játékilag is. Tényleg mindent beleadtam, meg mindent beleadtunk, és tényleg ez egy fantasztikus dolog, hogy 12 év után újra olimpián lehet a magyar válogatott. Hogy mi Imre Bence erőssége, arról Pásztor Istvánt, férfi kézilabda csapatunk vezetőedzőjét kérdeztük. A gyorsaság, dinamika, az agresszió, a kisebb súlya ellenére, meg a termete ellenére egy nagyon-nagyon agresszív játékos, és nem csak védekezésben, hanem támadásban is, visszarendeződésnél, ezt láttuk a válogatottban is, a labdaszerzések, a megállító faltok, akár a besegítések, ezek mind nagyon kemények és nagyon dinamikusak. Nagyon jó gyerek szerintem, itt a csapatközösség is ezt mutatja. Mondjuk ez egy, mindig elmondom, hogy ez egy különlegesen jó csapatközösség, és ebben ő abszolút beleilleszkedik, és a teljesen jó társa a többi játékosnak. Én nem tudok emberileg még csak egy pici árnyékot sem mondani, nemhogy negatívumot. Imre Bence rengeteg gratuláló üzenetet kapott a portugálok elleni találkozót követően. Az EB után is nagyon-nagyon sok üzenetet kaptam, csak pozitívat. Ez az olimpiai selejtező után talán még jobban megnőtt. Tényleg nagyon jó érzés, már ott a helyszínen is nagyon sokan gratuláltak, nagyon sokan jöttek oda. Úgy érzem, tudom kezelni, nekem kicsit szokatlan, nem vagyok az a típus, aki feltétlen szeret szerepelni, de megkezdem megszokni, és próbálok mindenkivel kedves lenni. Bízik benne, hogy a klubszezont minél sikeresebben zárja a Ferencvárossal, és a párizsi olimpián is szerepet kap a válogatott szakmai stábjától. A legfontosabb az, hogy a sérülések elkerüljenek egyrészt engem, másrészt a csapatot is, mert az a legfontosabb, hogy mindenki egészséges legyen. Ha esetleg megadatik, akkor pedig, hát nem tudom ezt szavakkal leírni, ugye tényleg láttam már, felnőttem már annyira, hogy apát láttam 2 olimpián, úgy amikor már tényleg tudtam, hogy mit csinál ő pontosan, hogy mit érhet el, mit visz véghez. Tényleg ez egy fantasztikus dolog lenne, egyik legszebb álmaim közé tartozom biztos. Pásztor István 2004-ben játékosként szerepelt az olimpián. Az aténi játékokon negyedikként zárt vele a nemzeti csapat. Bízik benne, hogy az Imre Bencével felálló válogatott is hasonló sikert ér el idén Párizsban. Nincs különösebb tanács. Én azt gondolom, hogy már ő is fel tudja mérni azt, hogy a világ legfontosabb és a legnagyobb sporteseménye, de ugyanazt kell csinálnia, amit minden mérkőzésen, és szerintem ez az ő titka is, hogy bármilyen
tétnél, bármilyen mérkőzésen lép pályára, ugyanazt megcsinálja mindig, szinte kisebb-nagyobb eltéréssel, és ez az, ami őt igazából nagyon hamar felröpítette, ha lehet azt mondani, a csúcsa vagy a csúcs elejére, mert teljesen mindegy, hogy milyen csapatban, milyen meccsen szerepel, mindig tudja azt nyújtani. Imre Bence a következő szezont már a német rekordbajnok, négyszeres BL győztes Kiel-lel kezdi meg. A Ferencvárosnak rendkívül hálás, mindig is a Népliget marad az otthona. Én itt nőttem fel a telep mellett, ugye mi itt lakunk szembe a Fradi központtal, hát ugye anya 30 éve a Fradi kötelékébe tartozik, több mint 30 éve, azt hiszem nekem se kell magyarázni, hogy mit jelent nekem a Fradi. Tényleg nagyon szeretek akár foci meccsre járni, akár voltam már vízilabda meccsre, szóval nagyon sok szakosztály meccsre is járok, különböző szakosztály meccsére, nem csak kézilabdára, úgyhogy tényleg én itt nőttem fel, úgyhogy nekem mindent adott ez a klub. A kézilabdázó bízik benne, karrier útjával példát mutathat klubunk fiatal sportolóinak, hogy kemény munkával bárki elérheti céljait. Én is, mikor ide jöttem, akkor ugyanúgy felnéztem a felnőtt csapatra, úgyhogy remélem, hogy én rám is úgy fel tudnak nézni. Tényleg az, hogy el lehet jutni innen, úgymond nem egy EL csapatból, egy BL csapat, top csapatból el lehet igazolni egy BL top csapatba. Szóval ez azt gondolom, hogy egyrészt jelzi, hogy milyen munka folyik itt a Fradinál utánpótlásban, másrészt meg az, hogy ha álmodunk nagyokat, akkor azt el tudjuk érni, és tényleg nem is számít rá az ember, hogy egy ki fogja megkeresni, és másnap csörög a telefon, hogy tényleg, hogy ők érdeklődnek, szóval egyik pillanatra a másikra jöhet egy ilyen váratlan fordulat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezúton is köszönettel tartozom én is az utánpótlás edzőknek, amiért ennyi munkát belefektettek.